Tehát erre a horgászatra is kulkárpos busázó etetőanyagot hoztam, már ki is töltöttem a vödörbe egy jó egyharmadnyi anyagot, és teszek hozzá ilyen ananászos CSL-t, ez a legutóbbi pecán is működött, ha egy kicsit meg volt aromásítva a kaja, úgyhogy most is így fogok tenni, és akkor jöhet hozzá a víz. Nagyon jó. És egy ilyen ananászos CSL-es aromával összekevert busázókaja, szerintem teljesen jól fog működni. Fekete kandelláber, a támpont, és akkor tényleg csak ide. Körülbelül egy fél méterrel föntebb is, mint ahogy majd dobálni fogok. Na hát ez így kezdetnek, meg is teszi. Szevasz kutya, hát te tétszín borálni, nehet meg a kajám, ssss, menj onnan. Tűnés, beteg leszel te. Na, menj onnan, nem akarok ma hozzányúlni, mert lehet, hogy félti a kaját, ide kap. Nem. Nehet meg az etetőanyagot, tűnés. Úgy. Mennyi hív a gazda? Tűnés onnan! Tűnés! Tűnés innen! Kapsz egy gombócot, aztán mehetsz is. Úgy látszik, hogy a busázó kaja nem csak a busáknak, a kutyának is jó. Na mehetsz oda. Érte, viszlát. Elcsábult az etetőanyagra! Elcsábult az etetőanyagra. Nem adok neki többet, mert már így is beleelvett, még rosszul lesz a végén tőle, teli van kukoricával. Nem, mindig úgy csinál, mint egy éjjelkórház, felszabad. Azt a betyáreget neki. Hát fia van a székén. Van nálam tepert, jó, adok inkább azt. Nem. Betyár egy jó szeg, te. Gyere csak, nem gyere, szabad. Hát, gyere. Beteg lesz. Mondjuk ilyen tejpor van benne, meg ilyenek, mert ilyen busázó, nem, de... semmi probléma. Fogott valami? Nem, én csak most kezdem még. Most kevertem be a kaját. Igen. Köszönöm. Köszönöm. Viszont.